80 versenyző indult a második alkalommal megszervezett garázskupán. A Dunántúl számos pontjáról érkeztek az autósport szerelmesei. Budapest és Pécs is képviseltette magát. A szlalomverseny 6 bírája a bójákat figyelte, azokat ugyanis nem szabad érinteni. A rendezvény vendége volt Kővári Barna, autósportriporter. A trabantológus azt is megfogalmazta, mi ennek a sportágnak a szépsége. Alaphelyzetben szerintem az autó iránti tisztelet, a szeretet és a legalitás. Ez a nagyon fontos momentum, főleg a mai világban, hogy nem a közutakon vagánykodunk, nem ott gyorsulunk, hanem legális körülmények között mentői biztosítással, rendező, vagy a rescue-val, és egy olyan területen, ahol mindenki kiélheti ezt az ösztönét, ezt a vágyát, és ezek a srácok összerakják ezt a területet, összerakják ezt a rendezvényt, ebből mindenki csak meríthet, és pozitív irányba indulhat el. A nevezők közt volt Gulyás Béla, aki 2015-ben a Kaposújlakon megrendezett verseny 50 indulója közül az első helyezést érte el. Jó pár éve csaltak egy ilyen szlalom versenyre, megtetszett nekünk is, elkapott minket is az Xi versenyzésről. Volt egy romos állapotú autó, úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk versenyautónak, és azóta folyamatosan járunk. A garázskupa szervezője, Jakabfi Dávid meglátása szerint van a program iránt érdeklődés. Ennek is van egy közönsége, van egy érdeklődési köre, ami nem biztos, hogy az autós találkozókba belefért, és ezért azt gondoltuk Zsovár Anitával és Anger Mátéval, hogy megszervezzük a garázs szalomkupákat is. A verseny népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy idén már 20 indulóval több autósát rajthoz, mint tavaly.